Kis Vártország Ugyasa MTK Budapest sajtótájékoztatóban. Köszöntöm a vendégek mesterét Golovin Vladimirt, a vendégek játékosát Tóth Esztert, a hazaiak edzőjét Vlatko Donovicsot, a hazaiak játékosát Tamar Radojevicsot és Orbán Adriánt. Eskül megkérem a vendéget Rénét, hogy értékelje a mérkőzést. Hát elsősorban szeretnék gratulálni Kis Vártának a győzelemhez. Hát nem így sikerült, ahogy terveztünk. Igazából az volt a probléma, hogy óriási akarattal, nagyon sok technikai hibával játszottunk. Már volt az első fél idő is mínusz 5, de mindig valahogy sikerült egy kicsit átbillenteni és közelíteni a kis ládát. De a kritikus szituációkat, amikor azt mondanám és gondolnám, hogy lehetett volna egy olyan törés, hogy ki tudjuk használni a kis ládának a hibáit, pont belehibáztunk. Egy kicsit rutinosabb volt az ellenfélünk, ő pontosan amikor kellett, amikor nagyon fontos volt, ami hibáinkat kihasznált, az ennyi az egész, és az nem lehet mondani se az első fél időre, se a másodikra, az 60 percen keresztül így zajlott az egész mérkőzés. Hiányzott egy valami nagyon plusz, hogy egy kicsit több önbizalmunk lenne, nem sikerült, megyünk tovább. Köszönöm. Megkérem Vlatko Donovicsot, hogy értékelje a mérkőzést. I'm satisfied with our game in the first zone in the first 50 minutes, but later I didn't satisfied because we didn't finish job against Pivot. We made many mistakes in defense. Because I know we can play better in defense, and we need to play better in defense. Our attack was good, no too shine, but good. And I think we can play better same in attack. But I need to tell, I'm really thankful my teams. Because this is our ninth win in a row, and I think that is a big job for us, everybody in club, for players, from staff, for office team, Kishvardar. But I know we need to play in the future with fourth or fifth, the best team in Hungarian Championship, and that is. Big job for us, but I hope we can make a surprise against some very, very hard team from top championship and very. Azt mondta a Vlatko, hogy elégedett az első 15 percben nyújtott védekezése, de utána sok problémánk akadt a beállóval. A továbbiakban, a második fél időben is, úgyhogy ezen kell javítanunk. A támadójátékunk nem volt túl fényes, de jó volt. Persze ott is lesz majd mit javítani. Köszönjük szépen a csapatnak és a csapat körül dolgozóknak a munkát, és még azt annyit mondott, hogy ugye a következő meccsünk a magyar top 5 csapat ellen lesz. Ami nagyon nehéz lesz, sokkal több kell, viszont tudunk meglepetéseket okozni, vagy hát nagyon remélni. Köszönjük, megkérdem a vendégi játékosát, Tóth Esztert, hogy értékelje a mérkőzést. Én is szeretnék gratulálni a Kisvárdának, elég nehéz mérkőzés volt számunkra, elég keményen védekeztük, azonban mégis úgy gondolom, hogy a legnagyobb ellenség a saját magunk, mi vagyunk. Olyan hibákat védünk, amit nem az ellenfény kényszerít ki, és ez mindenképpen javítani kell. Ahhoz, hogy nekünk felfelé menjen a teljesítményünk, egy icipicit kis sikerélményre lenne szükségünk, és remélem, hogy a szívőjét meg tudjuk szerezni a Kecskemét ellen. Köszönjük, megkérdem Tamar Radojevicsot, hogy értékelje a mérkőzést. First I want to congratulate my team and my girls. Yes, we play so-so, not so good. We had so much mistakes, but it's important we took 2 points, and now we prepare for other matches, and I want one more congratulations.
Tamara annyit mondott, hogy köszönjük szépen a csapatnak, mert ez csapat siker volt, és nem játszottunk de jól, voltak, akadtak hibák, de a kettő pont megszerzése volt a legfontosabb, és menjünk tovább, dolgozunk tovább. Köszönjük a sajtóhoz, a kérdés. Köszönjük. Köszönjük.